Egyszer régen egy messzi-messzi vidéken, sok-sok, de tényleg iszonyatosan nagyon sok emberöltővel ezelőtt, de mindenképp több mint két hete, egy kiáltás éles késként hasította félbe egy békés kis falu csendjét. Áj, itt a kert, itt a sárkány! Mindenki érezte, hogy valami nincs rendben, mikor befutott Kristóf sárkányt kiáltva. Kristóf, sárkányt kiáltva? Akkor ez mégiscsak vicc! Már megint csattanómaszlagot ettél, hordta le Kornélia, de hogy ettem már egy hete rája sem néztem, védekezett Kristóf, majd folytatta. Ekkora kurva nagy! És el még csak a szemfoga! Na gyere, feküdjél le, próbálta felkaparni az ifjú Kornélia, ám megtorpant egy pillanatra, mikor farkas szemet nézett vele az imént említett kurva nagy sárkány. Ez idő táj, de lehet, hogy néhány órával később rendkívül fontos megbeszélés és ivászat zajlott a királyi palota udvarán. Szőr Tűző hozta a hír, hogy Kristóf, a falu okleveles gombaszakértője és a palota elsődleges beszállítója bebocsáttatásra vár, mely hírt az egybesereglett népes nemesi sereg nagy örvendezéssel vett tudomásul. Veszed le a sapkát, paraszt! Kurva nagy sárkány, suttogta Kristóf. Láttam a négyszögleti kerekedő szélén, mikor szedtem a vadkacsákat, kergettem a tóparton. Milyen sárkány, miről beszélsz, paraszt? Hú, de kurva gonosz, meg zöld, meg geci nagy, hú, mekkora is volt. Merlin, elő kéne keríteni a fiamat. Hát, meg lesz talán. Nem lesz meg. Eközben Arthur, Lancelot, a magyar meg Samu enyhén illuminált állapotban kártyáztak egy közeli kis kocsmában. Frodo már rég a saját hányásában fetrengett. Emelj vagy dobi, hobbit, szólott Arthur. Ha akkor emelek, mondta Samu válvonogatva, és a magyar is tartotta a tétet. Ha én már kis ember, a haverod kiütötte magát. Hobbit erre megvont a vállát, közben Arthurék mocskos módon összejátszottak, ergo pofátlanul csaltak. Van még valamitek? Mondta fel szemöldökét Arthur Samura nézén. Hát ezt nem szabad, hogy megöl a gazdám. De azért csak bedobta a gyűrűt. Hát meg mi? Kérdezte Arthur. Csak egy gyűrű, felelt rá Sir Lancelot. Arthur erre nagy elhatározásra szánta el magát, és bedobta a koronáját tétként. Na mutasd a lapjait! Kiterítették a lapokat. Ha-háj! Nyertem, örül Arthur. Majd átveszi a gyűrűt, visszateszi fejére a koronáját, és fel is próbálja zsákmányát. Azt a kurva bázve! Ember, mi ez a lángoló pina? Hú, ez egy kemény cucc, szólt a hobbithoz a királyfi. Majd egyszer csak hirtelen kivágódott az ivó ajtaja, és belépett egy kék csuhás őszhajú, igazából varázslónak tűnő egyén, és emigyen szólt. Arthur. Hello, Merlin, bazeg, végre látszolok! Sört kérsz? Szolgálatban sosem iszom, Arthur. Gyere velem, mennünk. Helyó, köszi, hogy megtanított ezt a játékot, és eljártos mindeneteket. Jó volt, ezt a folytathatnám, most dolgom vagy, a csatásat kell játszanom, megyek is. Gyere te is, Lanci! Melyek már jó van, na csak összekaparom az aprót. El meg itt a hobbi gyűrű, mi a faszhoz kezdjek vele? Kud! Kibaszott redvás, olyan megtisztelhetem. De meg játsszál helyettem szörf deszka, kártyázzál nomád te is, mert igyál egy kis falat. Az előrelátó szőr Tűző ez alatt egy utolsó leckét vett mesterétől, a hírhet szőr szál lovaktól. A lecke csak ugyanúgy alakult, mint a többi, így szőr Tűző kénytelen volt szorult helyzetéből kardja helyett a Marseillais eléneklésével kivágni magát. Majd francúz családsággal próbált győzedelmeskedni, de rábaszott, és ki is röhögék vala.